ellenőriztük, hozzánk hasonló kisebb országok egyfőre eső villamosenergia felhasználásával, amelyet Magyarországra számítva bemutatja a diagram, hogy 85-ös tényszámaik alapján mikor értük volna el ezeket, ha teljesül ez a maximális terv. Jól látható az ábrán, hogy Hollandiát 1983-ba, Alsziát, Belgiumot 1987-be, Dániát 1992-be, Svájcot kicsit később, Finnországot 98-ba, és a lista vezető Norvégiát 2014-be értik volna el. Ez a terv azonban nem sikerült. A világválság, olajválság ide is begyűrűzött, és 1979-től a népgazdaság fejlődése, így a villamosenergia igény növekedése is egy új trendvonalon haladt tovább. Az új görbe azért fontos, mert át kellett tervezni a népgazdaság új koncepcióját, és ma két terv van érvényben, illetőleg egy sáv közötti tervezés szerepel. 2,5% pro év növekedés azt jelenteni, hogy 2000-ben 54 milliárd kilovattóra kell, a 1,5%-os terv pedig 6 milliárddal kisebb értéket jelent. A vita azon van, hogy ezek a tervek tudják-e produkálni azt a nemzeti jövedelmet, vagy angol szóval hozzáadott értékét, GDP-t, amelyet a népgazdaság elvár. Sajnos az a helyzet, hogy az elmúlt 10 évben, tehát 78-tól 88 év átlagában 1% nemzeti jövedelem eléréséhez több mint 2% villamosenergia kellett. Ez a felső sávja a tervnek, tehát a 2,5%-os pedig azt írja elő, hogy 1% GDP-hez 1% villamosenergia is legyen elegendő. Ez természetesen azt követeli, hogy az ipar termékszerkezete, technológiája megújuljon, és egy kilovattórából nagyobb értékű árut termelhessenek, amelyen nagyobb a jövedelem, és az országos GDP is, de ennek a gazdasági feltételei még nincsenek teljes mértékben biztosítva. Az új terv felső sávja 2000-ben legfeljebb 54 terawattóra összes villamosenergia felhasználás kielégítésére készül, ami alig egyharmada a fenti maximális tervnek. És az említett kisországok 1985-ös szintjének utolérése is reménytelennek tűnik. Nem is beszélve a sáv alsó határáról, ami a népgazdasági fejlődés teljes lefékeződését jelentené. Ha viszont a nagyobb igény nem tudja követni az erőműépítési ütem, újból kényszerű korlátozásokhoz kell folyamodni, ami lehetetlenné tenné a terv egyéb célkitűzéseinek teljesítését is. Alapvető fontosságú tehát, hogy az erőműépítés megfelelő elemekkel és tartalékkal történjék, és egy remélt gazdasági fellendülést a villamos energetika kapacitása ne gátolja. Nem szabad elfelejteni, hogy ma egy nagy erőmű létesítésének minisztertanácsi elhatározásától számítva legalább 10 év szükséges az első gépnek az üzembe helyezéséig. Ezért ma legalább 2010-ig végleges, 2025-ig pedig előzetes tervekkel kell rendelkeznünk az optimális erőműépítési koncepció megvalósításához. Az erőműépítés lehetősége Magyarországon erősen behatárolt, és gyakorlatilag már eddig is kidolgozásra került, mivel a korábbi, lényegesen nagyobb célokhoz már felmértük valamennyi megvalósítási lehetőséget, figyelembe véve Magyarország primér energiahordozó készleteit. A vizsgálatok eredménye a következő. Szénbázison ma már csak körülbelül
1200 megawatt lignit erőmű építése jöhet reálisan szóba. A mélybányászati termelés ugyanis a rekonstruált erőművek ellátását is nehezen fedezi. Sőt, a bükkábrányi lignit erőmű 2000 megawattra tervezett kapacitását mérsékelni kell. Vízerőkészletünket zömében a Duna képezi. Ebből azonban a sokat vitatott 1977 évi kormánymegállapodás alapján Csehszlovákiával a közösen építendő Bős-Nagymarosi vízerőmű rendszerből nekünk jutó 440 megawatt és 1,87 terawattóra évi villamosenergián túlmenően mindössze 300 megawatt dunai vízerőmű építésére van elvi lehetőség, de létesítésük a mai árakon nem versenyképes. Hazai forrásaink újabb nagy szénhidrogén erőmű építését nem teszik lehetővé. Legfeljebb hőszolgáltató vagy csúcserőmű gázturbinák számára vehető a drága üzemköltségek miatt olaj, illetve földgáz igénybe. Előnyük viszont a gyors, 2-3 év alatti megvalósítás és az olcsó fajlagos beruházási költség. Jelentős mértékben nem növelhető villamosenergia importunk sem, mivel részaránya ma is magas, hisz a fogyasztásnak közel 30%-át fedezi, de nincs biztos szállító sem. Távlatilag az egyetlen lehetőség villamosenergia forrásaik növelésére az atomerőmű építés marad. A paksi atomerőmű 1987 óta teljes kapacitással 1760 megawattal sikeresen üzemel. Kormány döntés van annak további 2000 megawattos blokkal történő bővítésére. A Dunán friss vízhűtéssel mód van még további 3, egy helyen maximum 5000 megawattos atomerőmű telepítésére, a Duna káros felmelegítése, tehát környezeti ártalom nélkül. Szőny, Adony, Mohács térségében. A nagy kihasználású alaperőművek mellé feltétlenül szükség van csúcserőművi kapacitásra is. Erre a már említett gázturbinák és egy speciális vízerőmű típus, a szivattyús energiatározó jöhetne számításba. Ezen utóbbira Magyarország különleges természeti adottsággal rendelkezik, mivel a Pilisi-hegységben mód van környezetbarát föld alatti erőmű építésére, például az 1200 megawattos prédikáló széki szivattyús energiatározó formájában. A SET alapvetően az atomerőművek éjjeli felesleges energiájával vagy olcsó import villamos energiával feltöltve igen gazdaságosan működhet. Amennyiben több gázturbina megépítése válik szükségessé a paksi nagybővítés előtt annak esetleges késése miatt, a SET aktualitása későbbre tolódik.